Ha nyár, akkor vakáció, ha vakáció, akkor nyaralás. Nyaranta a legtöbben a szabadságuk alatt nyaralni mennek. Az úti cél lehet belföldön vagy külföldön, elképzelésektől, igényektől, de leginkább pénztárcától függően, azonban bármi is legyen a terv, nem árt felkészülni az esetleges egészségügyi kellemetlenségekre. Hát a leggyakoribb problémák szoktak lenni ugye a nyaralásból, tehát hogy a nagy meleg, napszúrás, leégés, valahogy mondjuk megsérül az ember, tehát mondjuk a belép valamibe a tengerben, és emiatt kell mondjuk valami kezelés, illetve egzotikusabb úticéloknál mondjuk a hasmenés is előfordulhat. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy melyek azok a megelőző intézkedések, illetve gyógyszerek, amiket nem árt magunkkal vinni, hogyha nyaralni megyünk valahova. A lázfájdalom csillapított mindenképpen, tehát akár fejfájás, vagy akár mondjuk láz csillapítására. A napvédelemről mindenképpen célszerű gondoskodni, illetve felkészülni, ha mégis leégnénk, akkor is legyen nálunk valamilyen készítmény. Illetve esetleg sebb fertőtlenítő, sebb tapaszt, ha bármilyen sérülés esetén mondjuk el tudjuk látni magunkat. Schneider Attila hozzátette, hogy helyszíntől függően a szúnyog és kullancsriasztó is hasznos lehet. Ha a kullancs megy belénk, akkor azt a legegyszerűbb a megfelelő eszközzel, egy speciális kullancs csipesszel eltávolítani. Emellett a hasi panaszok kezelésére a széntabletta lehet a legajánlatosabb.